Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a felvétel április 7-én jelenik meg, és az indiai asztrológia szerint a hold az Uttarapadrapada holdházban van. Ez a holdház azt jelenti, hogy most fel kell adnunk az egónkat, és keresni kellene az égi forrást, egy spirituális területet, vagy az intuíciónkra kellene hallgatni. Tehát itt fontos a kapcsolat a jó Istennel, az égi hatalommal, vagy az angyalokkal. Ez a forrás, amit mi most keresünk. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A koporsó. Az lehet egy örökösödési ügy, és a gyűrű jelent bizonyos szerződéseket. A koporsó jelenthet egy régi témát, egy régi kapcsolatot is, hogy valami vagy valaki visszatér hozzá a múltból. A kártyák azt is jelenthetik, hogy eddig volt köztetek egy csendes időszak, mert ő nem jelentkezett, de most tervezi azt, hogy visszatér hozzád, keresi veled újra a kapcsolatot. Erre utal a gyűrű. Ami az érzelmeit illeti, az bal oldalon látható. A hajó az jelenti a reményt. Megvan a remény arra, hogy legyenek változások, hiszen a gólyák utalnak a változásokra. A gólyák jelenthetnek költözködést is, akkor előfordulhat az, hogy vannak nála ilyen tervek, hogy külföldön szeretne élni. Vagy jelenthetik azt is a kártyák, hogy lesz egy utazás, és az utazás alatt valami megváltozik kettőtök között. Például a hozzáállása, vagy a viselkedése. Amit az utazás még jelenthet, egy belső út, egy lelki kapcsolat kettőtök között, amit ő érez, megváltozik a hozzáállása, megváltoznak az érzelmek. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A park az jelenthet egy szép környezetet. Lehet, hogy lesz egy kiruccanás a természetben. A park jelenti a nyilvánosságot is. Lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon, és ő úgy tesz, mintha ez a találkozás véletlen lenne. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és találkozni fogtok a nyilvánosságon, ő felvállal téged a nyilvánosságon. És az a levél, ott jobb oldalon egy hír tőle, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy vannak elvárásai, hogy te is írj neki. Más területen, például a munkahelyet illetően, ez a levél lehet egy szerződés is. Vagy például, ha költözködésről van szó, amit a gólyák is jelenthetnek, akkor a levél lehet egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható. Ezt a magyar kártyát a férjem készítette, itt a rovásírásról van szó, ezúttal az E betűről. Mit jelent ez az E betű? Ez lehet egy helység, lehet egy név, lehet egy fogalom is. Hogy számodra mit jelent, ezt leírhatod a kommentárban. Ami
ami nekem így eszembe jut, például Éva, vagy Évald, mint város, Érd, és mint fogalom, édes, vagy érdekes. Hogy mit jelent számodra, írd le a kommentárba, ennek nagyon örülnék. A napi energiakártya az jobb oldalon látható, és ez a hölgy egy poharat tart a kezében, ami utal a kelyhekre, és ez a pohár vagy a kelyhek utalnak a víz elemére, sőt a víz is látható a képen. A víz eleménél mindig érzelmekről van szó, és ez a hölgy odafigyel a saját érzelmeire. És itt lesznek változások, hiszen ezek az érzelmek lehetnek bizonytalanságok vagy félelmek, ezen át kell tennünk magunkat, és kell a pozitív érzelem, a bizalom, a szeretet, a szerelem, tehát jó irányba kell az érzelmeinket terelni. Amit a víz még jelenthet, az intuíció, vagy egy spirituális terület, néha kihat a művészi területekre is. És mit jelent számodra a víz eleme, hogy látod ezt a kártyát, ezt is nyugodtan leírhatod a kommentárba. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, örülnék annak is, ha jelentkeznél a csatornámra, vagy írd le a véleményedet a kommentárba. Persze, meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!